Az idén fejezték be Kishegyesen a topolyai úti buszmegálló kiépítését. A munkálatok során kihelyezték a haladósávból a felszálló helyet. Örülök neki nagyon, mivel unokáim is utaznak iskolában, meg sok, ugye, nagyon sok gyerek utazik itt. Ezt a beruházást a tartomány 1 millió 800 ezer dinárral támogatta. Az önkormányzati önrészsel több mint 2 millió dináros volt a fejlesztés összértéke. Egy fiatalos buszmegállót tudtunk építeni. Én azt gondolom, hogy ezt a buszmegállót a kishegyesiek évtizedekig tudják használni, és remélem, hogy meg tudjuk őrizni, és vigyázunk arra, amit közös munkával sikerült megvalósítanunk. A 2007 és 2015 közötti időszakban a titkárság 18 millió dinárral támogatta Szent Tamás, 14 millió dinárral Kula és 7 millió dinárral Kishegyes beruházásait. Upravo tome jeste prednost ovih konkursa, zato što mi kao male lokalne samouprave na njima možemo da učestvujemo i naravno s pomoć naših sredstava da te projekte i ostvarimo. Kulán két körforgalom kiépítését, míg Szent Tamáson kerékpárút létrehozását tervezik. Az erről szóló szerződéseket Juhász Bálint tartományi gazdasági titkárhelyettes adta át. Közlekedés biztonság fejlesztésére átlagosan évi 40 millió dinárt tudott fordítani a titkárság. Az idei évben tudtuk az összeget megnövelni 65 millió dinárra. Mindig társfinanszírozásban valósítjuk meg a projekteket a községekkel és városokkal, Vajdaság autonóm tartomány területén. A gazdasági titkárság delegációja megtekintette az ipari parkban folyó útépítési munkálatokat is. Most egy rövidebb szakasz a meglevő útnak a hosszabbítása van folyamatban, valamint a bekötő útnak a kezdetén a körforgalomnak a befejezését van terve, hogy befejeződik az idejében. A tartományi delegáció Szent Tamásra folytatta útját Kishegyesről, ahol szintén megtekintették a beruházásokat.